Dr. Tamasi József, belgyógyász, ajurvédikus orvos, természetes gyógymódok szakértője, sok helyen dolgozott az életében, de az utóbbi egy évben már a számára igen kedves Kiskunfélegyházi rendelőjében fogadja pácienseit. A rendelését többnyire olyanok keresik fel, akik a konzervatív orvosi kezeléseket szeretnék kiegészíteni természetes gyógymódokkal, életmódváltoztatással. A gyógyíthatatlan betegségekből való gyógyulás reményét szeretnék visszakapni, vagy akik egyszerűen csak különböző kúrákkal, praktikákkal szeretnék megőrizni az egészségüket. Tamasi doktor az európai népgyógyászat mellett távol-keleti országokban szerezte tapasztalatait. Véleménye szerint a jövő orvoslását nem elsősorban a gyógyszeripar, a járványtan és az orvosi műszeripar fogja meghatározni, hanem az ősi autentikus gyógyító bölcsességek és a természet. A tudomány nem lehet öncélú és profit érdekelt. A tudomány és az orvos független kell legyen az ipartól, és az etika kell irányítsa az orvos tevékenységét, mint ahogyan azt az ókori orvosok is állították. Mindig szerettem volna egy olyan központot, ahol minden, ami az ember egészségéhez szükséges, megvan. Minden, amit meg kell tanulnia ahhoz, hogy egészségesebb életet éljen, azt is ott meg tudja kapni. Az, aki hosszabban akar részt venni valamin, az is részt tudjon venni, és az is, aki csak egy-egy kezelésre akar beugrani a rendelőbe, az is megkaphassa ezt. Az én profilomhoz az tartozik, hogy természetes gyógymódokkal foglalkozom, belgyógyászorvos vagyok, népegészségtan szakorvos. Így a megelőzésről, amit lehet tudni, amit a belgyógyászati praxisról lehet tudni, és amit természetes gyógymódokkal kiegészített betegellátásról lehet tudni. Ebben vagyok szakértő, vagy ehhez értek igazán. Betegségeket kivizsgálom, mint belgyógyász, és gyógyítom, mint természetgyógyászattal foglalkozó, mert a valódi gyógyulást azt az életmódváltással és a természetes gyógymódokkal lehet elérni. A gyógyszerek csak átmeneti ideiglenes segítséget tudnak adni. Én inkább azon vagyok, hogy minél kevesebb gyógyszert szedjen valaki, és minél tartósabb és stabilabb állapotot hozzunk létre a gyógyítás végén. A legtöbb betegségnél nagyon sok sikerélményünk van, hiszen mindaz, amit az egészségügyben nyújtunk vagy nyújtanak, többnyire hosszú távon nem nyújt megfelelő biztonságot, stabilitást. És mi itt olyan eszközökkel dolgozunk, ami beépül a páciens mindennapjaiba. Az étkezésébe, az életmódjába megváltozik az alakja, megváltozik az energia, az energiaszintje, tetrekészebb, erősebb lesz, jobb lesz az alvása, és így a legtöbb betegséghez hozzá tudunk nyúlni. A legsikeresebb, azt gondolom, az úgynevezett metabolikus szindrómakör, tehát ez az anyagcsere típusú betegségek. Ide tartozik a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas vérzsír, egyáltalán az elhízás és a testsúly problémák. Nagyon sok sikerélményünk van az úgynevezett hasi panaszokkal. A hasi panasz az szinte minden emberre jellemző, hiszen a felfúvódás az a megbetegedés skálán az elején foglal helyet, és sokszor évekig, évtizedekig csak ezek a hasi panaszok vannak,
Az ájurvéda szerint innen indulnak a betegségek. És ebben a fázisban nagyon sokat lehet tenni a betegség megelőzésért, illetve már kialakult emésztőrendszeri bajoknak a gyógykezelésért. Tehát ez a hasi panaszok témakör, ez sikeresen kezelhető ezekkel a módszerekkel. Aztán persze nagyon sok minden más is van, hiszen a gyulladásos megbetegedések, akár a légzőszervi krónikus gyulladások, az autoimmun megbetegedések, de sajnos muszáj foglalkozni például a daganatos betegekkel is, hiszen nagyon sokan vannak ők is. Kevésbé szeretjük kategória, hiszen általában itt már nagyon sok előzmény van, ami kimaradt, ahol lehetett volna sokkal hatékonyabban tenni, de ilyenkor is lehet azért még segíteni. A daganatos betegeknél is van sok lehetőség, és ott általában kombinálni kell a konzervatív onkológiai kezeléseket a természetes gyógymódokkal. Például vitaminkezeléseket alkalmazunk nagy dózisban, például gyógynövényeket alkalmazunk, amelyek a ellenálló képességet javítják. Nem mi csináljuk együttműködő partnerekkel úgynevezett hipertermiás kezeléseket, amelyek helyileg csökkentik a daganat aktivitását, de ugyanezt érik el akkor is, hogyha megfelelően megválasztott kemoterápiás szert vagy besugárzást alkalmaznak, és ezt egészítjük mi ki a megfelelő természetes módszerekkel. Ilyenkor kombinálni kell, megfelelő ritmusban kell adni azokat a szereket, hogy egyik a másikat ne zavarja, de mindenképpen szükség van erre, egyrészt csökkenteni a konzervatív kezelések mellékhatásait, másrészt pedig a saját ellenálló képességnek a javítása feltétlenül kell. Például, hogyha eltávolítják a daganatot a sebészeti módszerekkel, akkor az utókezelésben nagyon nagy jelentősége van ezeknek a kezeléseknek. A daganatos betegeknél mindig törekszem arra, hogy valamilyen objektív mérési lehetőség legyen az állapotáról. Ha például a tumormarker vizsgálatok pozitív eredményt mutatnak, értem ez alatt, hogy mutat valamilyen kóros eltérést, akkor annak a változása egy irányadó. A gyulladásfaktoroknak a mérése szintén irányadó. És hát természetesen a képalkotó vizsgálatok is, ami azonban a csontrendszer vizsgálatánál már nem olyan egyszerű, hiszen bizonyos ritmusban, bizonyos sűrűséggel lehet ezeket végezni. Az ilyen betegeknél, hogyha ezek a mérési paraméterek visszafelé mennek, akkor az mindig jó jelt mutat. Vannak ilyen pácienseink, hasi daganatos is, van olyan, akinek tüdődaganata volt, és lekorlátozott, vagy melldaganatos például, akinek megállt a folyamat, és kvázi letokolódott. Olyan betegem, aki a konzervatív kezelés mellett a mi kezeléseinket is igénybe vette, és gyógyult, hál' Istennek ilyen sok van. Természetesen olyan példa is van, hogy bőtkúrával, vitaminkezelésekkel, gyógynövényekkel a melldaganatából meggyógyítottuk, de ő nem akarta a konzervatív kezelést, és nem volt műtéte. Én mindig arra biztatom a betegeket, hogy mind a két oldalról kell hatni, mert a szervezet nem tudja elpusztítani azt a nagy mennyiségű daganatos szövetet. De akkor is segítek neki, ha nem ezt választja. És vannak példák, amikor ilyen esetben is képes meggyógyulni. Tehát jó példa van bőven a dokumentációnkban. Használom azokat a diagnosztikai módszereket, amelyeket egy jó felszerelt belgyógyászati praxisban is használnak. Tehát megvizsgálom fizikálisan a pácienst, készítek EKG-t és ultrahangvizsgálatot is végzek, hasi ultrahangot, pajzsmirigyet,
mellúta a hangot, és természetesen laborvizsgálatokat végzünk. Az én labor rutinom kicsit más, mint amit a szokvány konzervatív praxisban használnak. Sokkal inkább koncentrálok az úgynevezett preklinikai jelekre. Vannak olyan gyulladásfaktorok, amelyek évekkel korábban jelzik a meginduló kellemetlen folyamatokat, és én ezeket helyezem előtérbe. Ezeket sokszor a társadalombiztosítás nem téríti, a háziorvos nem szívesen írja fel. Ezért itt kialakult egy olyan rutin, hogy amikor megérkezik a páciens, akkor van egy induló kép, egy laboratóriumi kép, és aztán bizonyos dolgokat ellenőrzünk az idők folyamán, hónapokkal, esetleg évekkel később, és látjuk, hogy jó vagy rossz irányba haladnak a dolgok. Aztán ezeket kiegészítem úgynevezett másfajta preklinikai vizsgáló módszerekkel, amelyek nem etabláltak a mai medicinában. Például a mikroszkóppal vizsgálok vért és vizeletet, vagy más nedveket, de leginkább ezt a kettőt. Az ajurvéda szerint minden betegség az emésztőrendszerből indul. Ennek egyik központi helye a vastagbél. A vastagbélben van a flóránk nagy része, és erre alkalmazzuk ezzel a modern eszközzel az úgynevezett kolonhidroterápiát, amellyel az egész vastagbelet ki tudjuk mosni, meleg vízzel tudjuk a nyálkahártyát stimulálni, és jobb flórát tudunk utána kialakítani. Ugyancsak ezzel a készülékkel tudjuk az úgynevezett kolonimmunstimulációs kezeléseket végezni, amikor gyógyszert vagy gyógyanyagot, baktériumokat tudunk a bélbe bejuttatni. Ehhez kapcsolódó módszerek még az ajurvédában is vannak, a baszti például, amit szintén használunk, kis és nagy baszti, vizes és olajos beöntések, és ehhez kapcsolódik ugyancsak a FMT, tehát a fekál mikrobiom terápia is, amely súlyos betegségeket képes nagyon gyorsan javítani és helyrehozni. Pacientúránkról még annyit, hogy ezek ritka és nehezen kezelhető problémák, amiről most beszéltem, de hasonlóan ritka és nehezen kezelhető problémákkal sokan fordulnak hozzánk. Életmódjukat szeretnék átalakítani például. Új diétát szeretnének bevezetni, megtanulni gyakorlatban. Különböző félelmekkel rendelkeznek, stresszkezelési nehézségeik vannak. Ez sokszor ez az oltás propaganda alakította ki, ami most folyik a világban, illetve ez a lezárások, ugye nagyon sokan bezárkóztak, és félelmi állapotokat alakítottak ki. Szóval ezekkel is foglalkozunk. Azt tudom mondani, hogyha olyan problémára akadnak, amit a konzervatív egészségügyben nem tudnak megoldani, akkor érdemes bennünket megkérdezni, mert nagyon sokféle ősi bölcsesség van a birtokunkban, amivel esetleg segíthetünk ezen problémák megoldásában. Ez egy nagy felbontású, professzionális mikroszkóp. Sötét látótérrel még nagyobb felbontást tudunk elérni, és ezzel látom azt a vér szerkezetet, ami egészséges emberben megvan, vagy amely a betegség esetén kezd kialakulni. Ez egy nagyon jó nyomonkövetési lehetőség, a beteg állapotának a változásait tudjuk vele nyomon követni, akkor is, amikor semmilyen más konzervatív vizsgáló módszer nem mutat eltérést. Tehát elsősorban a nyomonkövetésre használom, például végigcsinál egy diétát, és látjuk azt, hogy hogyan csökken a felesleges anyagok mennyisége a vérben, és ettől a vérszerkezete hogyan változik meg. Vagy látom azt, hogyha átereszt a bélfal, akkor bent vannak azok a baktériumok a vérben, amelyek az úgynevezett áteresztő bélfalon keresztül bejutnak közvetlenül, és amelyek hergelik az immunrendszerünket, és gyulladásokat keltenek. És azt is látjuk, ha ez eltűnik. Vannak olyan vizsgálati módszereink, amivel meg lehet állapítani, hogy valakinek antioxidáns hiánya van.
ez mindig ahhoz képest, amire éppen szüksége van, ami a szervezetében zajlik. És ez sajnos a mai életforma mellett, az emberek általános életmódja mellett nagyon gyakori. Segíti a betegségek kialakulását. Azon túl minél betegebb valaki, annál nagyobb ez az aránytalanság, tehát nagyon kevés a rendelkezésére álló vitamin. Ezért ezt pótolni kell, de a felszívódás sem jó. Úgy általában a tablettákból 10% szívódik fel. Ha pedig infúzióban adjuk a vitamint, akkor az 100%-ban bent van a szervezetben, és ez egy olyan lökés a szervezet működésének, amit semmi mással nem lehet pótolni. Tehát így vízben oldódó vitaminokat így a vénába adunk, és zsírban oldódó vitaminokat pedig a rizomba szoktunk adni, és ezzel elég gyorsan nagy vitaminpótlást lehet elérni, de nem csak ez a cél, hanem bizonyos folyamatoknak terápiás megmozdítása, és ezt látjuk, tehát a gyulladások leküzdése sokkal gyorsabban és jobban megy. Az Ayurveda az emberiség egyik legrégibb gyógyító rendszere. Egy magas szintű gyógyító rendszer, ugyanolyan alrészei vannak, mint a mai orvostudománynak, tehát nőgyógyászattól, a gyerekgyógyászatig, toxikológiáig, sebészetig nagyon sok területe van. Sok nagy könyvben őrzik a maradványait, több ezer éves a múltja, és ma is egyetemeken oktatják. Az Ayurvédát ma is lehet jól alkalmazni, némileg kell szintetizálni a mai orvoslással, hiszen vannak területek, amelyek kétségtelenül fejlettebbek ma, de maga a szemlélet az semmivel nem pótolható. Például nagyon jól lehet használni krónikus betegségek gyógykezeléséhez. Rendkívül gazdag a gyógynövénykincse, több ezerféle kiváló gyógynövény áll rendelkezésre az Ayurvédában. Fantasztikus a fizioterápiás része, hiszen olyan fajta olajos kezeléseket, amelyeket az Ayurveda használ, sehol nem használnak a modern nyugati fizioterápiában. Hogy más nem említsek még esetleg a jógát, ami szintén az Ayurvédának a része. A jóga egy teljesen speciális mozgásrendszer, amihez hasonló nincsen a nyugati gimnasztikákban. Úgyhogy ezeket a módszereket mi sikeresen alkalmazzuk bizonyos betegségeknél. Többek között fájdalomszindrómáknál, emésztőrendszeri betegségeknél, fekélyeknél és gyulladásoknál, az úgynevezett autoimmun betegségeknél is. A páciens keveset tud az Ayurvédáról, de nagyon sokat rövid idő alatt meg tud tanulni tőlem és a személyzettől, hogy hogyan formálja utána az életét, az életmódját és a táplálkozását. Valamilyen önképzés ebben szükséges, de ez megtérül, mert olyan szempontokat kap az életéhez, amelyet a mai nyugati világban nem tud megkapni. Az Ayurveda szerint minden sejtünk igényli a zsiradékot, az olajat. Külön meg kell különböztetni a jófajta zsiradékot a rossz fajtától, hiszen nagyon sok kárt okozó zsiradékot viszont megeszünk és felveszünk. De ezt a kiszáradást ez nem akadályozza meg, mert nem arra hasznosul, amire szüksége van a sejteknek. És a bőrön keresztül lehet ilyen jófajta olajakat, gyógynövényeket pótolni masszázsokkal. Az ayurvédikus olajos masszázs az egyedülálló, különleges, és nagyon kellemes. És hogyha ezekhez gyógynövényeket kevernek, akkor az is felszívódik a bőrön keresztül, tehát egy nagy felületet kapunk, amin keresztül tudunk hatni a szervezetre. Gyulladások, például felső légúti, melléküreg gyulladások már csak a masszázs segítségével és gyógynövények segítségével is jól kezelhető.
Manapság nagyon sok az allergiás és autoimmun beteg. Ennek első számú oka a bélrendszerben van, és ezért különböző diétákat, salagtalanító kúrákat alkalmazunk, valamint úgynevezett finom áthangoló módszereket, mint például a saját vérkezelés, és ezt kúraszerűen 8-10 alkalommal egymás után, és ez olyan változást hoz létre az immunválaszban, hogy ezek a kellemetlen allergiás tünetek, ezek megszűnnek. Ma nagyon divatos ez az intermittáló böjt, amikor legalább a nap egy részében nem eszünk, és így meghosszabbítjuk a nemevős fázist. Én ennél hosszabb böjtöket szoktam alkalmazni a betegeknél, ami azt jelenti, hogy 3-6 hétig böjtöl az illető, és speciális folyadékokat fogyaszt ilyenkor. Ez alatt a böjt alatt a szervezetbe lecsökken a gyulladásos anyagoknak a mennyisége, lecsökken a rossz bélflóra, megvékonyodik, csökken a súly, a teher az izületeken, minden fájdalom, minden gyulladás visszább húzódik, hasi panaszok megszűnnek, vérnyomás normalizálódik, a gyógyszereket általában tartósan, véglegesen elhagyjuk. A cukor szabályzás újraéled, és tulajdonképpen bizonyos stádiumig a cukorbetegséget is meg tudjuk vele gyógyítani. A böly tehát egy panácea, egy mindenféle betegség gyógykezelésére kiváló gyógymód. Természetesen az ilyen vékony emberek nem tudják hosszasan végezni. Ehhez kell némi testsúlytartalék, de ez elég gyakori sajnos manapság, úgyhogy akinek van testsúlytartaléka, az tud ilyen kezelést, ilyen böjterápiát végezni, és az tud is gyógyulni a böjt által. A böjtöt, mivel több napig vagy több hétig végezzük, ezért jó úgy megtanulni, hogy az ember nem csak egy nap találkozik a kezelőorvosával, vagy a böjtöt vezetővel, böjterapeutával, hanem több napon keresztül, és így, mint egy megszokja, beletanul magába a rendszerbe. És itt a félegyházi rendelőnkben végzünk kúrákat, tréningeket, táborokat, és elég jó tapasztalatok gyűlnek erről össze, jó kis csapatok alakulnak ilyenkor, egymást nagyon jól segítik, megtanulják a konyhatechnikát, egymástól sok mozgásprogramot, jogáznak együtt, sok trükköt, amivel kellemesebbé teszik az egészet. Általában az a benyomásuk, hogy hát ilyen módon nem is olyan nehéz ez a böjtkúra. Úgyhogy a böjt táboraink azok újra és újra indulnak most már. Általában néhány havonta, fél évente van egy böjttábor, és ilyen 10-15 fő vesz részt egy alkalommal ezekben a táborokban. Egy jó kis csoport gyűlik össze, önismeretről, diétás módszerekről szólnak azok az előadások, amelyeket ott elmondunk. Számomra nagyon fontos az egészséges életmód, én magam is próbálok minél egészségesebben élni. Hetente többször futok, sportolok, hétvégén közösen megyünk túrázni és sportolni. És a táplálkozásban is próbálunk mindent megtenni. Mi meggyőződésem, mint orvos, hogy a növényi táplálkozás a legjobb az ember egészsége szempontjából. Vegán életmódot folytatok, évente többször böjtölök. Általában ezeken a tréningeken, amit tartunk, böjtkúrákat, böjttáborokat, ott én is együtt szoktam böjtölni a résztvevőkkel, de mindig csinálunk egy, vagy kettő, három, hat hetes böjtöt még az év során, és ilyenkor alaposan salagtalanítjuk a szervezetünket, tehát csökken a súly, eltűnnek a kisebb-nagyobb bőr problémák, nyelvünk letisztul, emésztőpanaszok csökkennek, ugye az akkor is, ha egészségesen táplálkozom, erre szükség van. A böjtkúra hozzátartozik
a használati utasításhoz, ahogy a testünket az élet során használni kell. Én azt gondolom, hogy ezek az egészséget támogató lehetőségek itt Kiskunfélegyházán, mint információ, mint gyakorlatban megtanulható dolog rendelkezésre állnak, és mindenkit szeretettel várok azokra a programokra, amelyeket újra és újra meghirdetünk, és figyeljék a programkínálatunkat, mert terveink azok elég tágak, a jövőt szeretnénk egyre dinamikusabbá és a pácienseink számára élvezhetőbbé, érdekesebbé tenni, úgyhogy bővíteni fogjuk az egész programot, figyeljenek bennünket és keressenek bennünket, szeretettel várok mindenkit.